Üdvözlöm minden kedves magyar LCS követőt, rajongót, nézőt, bárki, aki valamilyen úton követi a magyar srácokat. Én Pirzehelben vagyok, és a mai híradó témája Patch Notes. Eddig meccsek, milyen Rájátszás előtt vagyunk, tele vagyunk info csomagokkal. Aki ezeket bemutatja, nem más, mint Ajavén, Tanatos és Darci, kellemes és jó szórakozás a következő képekkel. Sziasztok! Lássuk akkor, hogy milyen változások érkeztek az 5.14-es patchben, kezdjük is rögtön a karakterekkel. Azir. Surima öröksége nem nyújt támadási sebességet, a fegyverő képessége viszont igen, futóhomokkal pedig nem fogja fellőtni innentől kezdve az ellenfeleit. Eko. Időt a pandita képessége kevesebb manába fog kerülni mind a jövőben, mint pedig a múltban, fázisugrása pedig gyakrabban lesz majd elérhető. Elis. Gubó képességének köszönhetően tovább tudja majd kábítani célpontjait, illetve pókformában a pókjai gyorsabbak lesznek, és mágikus sebzést fognak majd okozni. Evelyn, a gyűlölet tüskének a sebzését kicsit megnyirbálták, a gyötrelem ülelése viszont nagyobb lassítással fog rendelkezni. Rumble, a lángcoró és a stukker néha célozhatatlan célpontokat is el tudott találni, ezt a hibát viszont orvosolták. Rise, a rejtett mestersége most már csak 6 másodpercig tartja meg a jelzőket, túltöltése pedig kevesebb sebzést fog majd okozni, varázsözön a kicsit olcsóbb lesz, de kisebb lesz rajta a varázserő arány. Tam a nyelvcsapása magasabb sebzéssel fog majd rendelkezni, mélységi merülésének pedig szintén növelték a sebzését, amit ugye az életeréből kap, és kisebb lesz rajta az újatöltési idő. A Runa pedig úgy látszik, hogy búcsúzik Ezriltől örök szerelmétől, ugyanis nem fogja már varázssebzésre alakítani az alaptámadást, illetve a területi sebzés is csak szörnyekre foghatni, azaz a dzsungelben, azokra viszont az első célpontnál kétszeres sebzést fog okozni. És a következő pedig egy új tárgya mérkezik az idézek szurdokában, nem más, mint a Zeke hírnek, ami manát, páncélt, varázserőt és töltésidő csökkentést fog nyújtani viselőinek, illetve egy új képességet, amit csatornának hívnak, ez 60 másodpercenként lehet egy új célpontra tenni, és hogyha megfelelő távolságban van a két célpont, közösen támadásokat, illetve varázslatokat használva tölteteket gyűjtenek, 100 után pedig 20% varázssebzéssel és 50% támadási sebességgel fogja felruházni mindkettőjüket. És az utolsó változás pedig nem más, mint a sárkány, illetve a baronnasor. Ezeknek ugyanis a visszaszámlálója mindenképpen látható lesz mindkét csapat számára, függetlenül attól, hogy látták-e vagy sem. Ennyi volt mára a patch notes, és következzenek rögtön a múlt heti játszékok. Az első napi rendi pontunk pedig nem is más, mint a Copenhagen Wolves és a Rocket csapatának összecsapása. Ugye látható a visszajátszásunkon, hogy a Rocket csapata az, aki be tud dönteni ugyan öt fővel, de be tud dönteni egy inhibitort az ellenfél bázisán. És egy kicsike visszaemlékezés azért szükséges, hogy meg lehessen érteni, hogy mi is az, ami történik most szerte és szana a pályán. Ugye Suknak volt egy gyönyörű szép lopása, aminek sajnálatos módon ő halálos elszenvedője volt ugyan, de há, négy emberre tudta ugye ezt a kiegészítést teljes mértékben eszközölni, aminek köszönhetően három emberrel a Copenhagen Wolves üldözheti ellenfelét, és egy teleportnak, egy bravúros teleportnak köszönhetően lenni az, aki tovább araszolhat a győzelem felé. Egy tornyot és egy inhibitort is el tudott tüntetni a föld Színéről. majd a két Nexus tornyot is bedarálta, és mivel hogy ugye rajta elérhető a baronnasör kiegészítés, ezért az összes Minion, amin lövi a Nexus-t, csak másodpercekkel közelebb hozza a Copenhagen Wolves őzelmét. A Giants Gaming és a Unicorns of Love mérkőzést végül egy igazi base zárta, aminek köszönhetően a spanyolok megindultak a felső ösvényen, és erre válaszolva az unikornisok megindultak a középső ösvényen. Viszont Giants Gaminget várta már tártkarokkal, csacsia a bázison, és érkezett hamarosan Gilius is hozzá segíteni, miközben Vardagzék töretlenül és mindenféle akadályozás nélkül tudták pusztítani a tornyokat itt Giliusnak. Egy nagyon szép robbanékony hordója érkezik, aminek köszönhetően értékes másodperceket nyert a csapatának, és már a második egyik tornyát pusztítja el a Unicorns of Love, teleportál még érkezik Vörlib, de ez már későn is Vardax megfelelő távolságot tett meg tőle, és be tudta fejezni a nexus ezáltal megnyerve a mérkőzést. Mivel az LCS 9. hetéhez érkeztünk, ezért természetes, hogy még Európában is volt egy, azaz egy darab helyosztó mérkőzés, nem más, mint a Giants és a Rocket csapata között. Ugye a két csapatról tudni illik, hogy nagyjából ugyanazzal az erővel vannak megáldva, ezért természetes, hogy a mérkőzés nem rövid, de nagyjából 50 percig tartott, és az 50. percig teljesen kiegyenlített, sorozatos harcoknak lehettünk szemtanúja két csapat között. Az amerikai LCS alapszakaszát végül a Team Impulse, illetve a Team Liquid összecsapása zárta, ahol is a végén a Team Impulse elkezdett egy meggondolatlan sárkány, de mindeközben Phoenix, illetve Piglet már felvonult a középső ösvényen, és mielőtt a Team Impulse reagálni tudott volna, be tudták fejezni a Nexus-t, ezáltal megnyerve a mérkőzést és az amerikai LCS alapszakaszát is. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, a TDK és a Cloud9 mérkőzésén a TDK csapata volt az, aki mert kockáztatni, és úgy tűnik, hogy ez ki is fizetődött számukra, ugyanis a Kazix felsősvény és a Z középsősvény már egy orgyilkos csapatösszállítás és kompozíciót vetít előre, és láthatjuk, a visszajátszáson is, hogy ezt remekül tudták is kamatoztatni egy-egy csapatharc során, aminek köszönhetően a mérkőzés is be tudták fejezni a hetedik helyezett csapat ellen, aki nem más, mint a Cloud9. Most pedig, hogy elérkeztünk a 2015-ös nyári évad rájátszásához, pár szót mindenféleképpen kell ejtenünk a világbajnokságról is. Ugye Európából és Észak-Amerikából egyaránt 3-3 csapat fog kijutni a világbajnokságra, ahhoz pedig, hogy megszerezzenek egy helyet a három a maguknak a csapatok, összesen három lehetőség áll rendelkezésükre. Ebből az első és talán leg egyszerűbb, nem más, mint hogyha valaki megnyeri a nyári évad rájátszását. Ugye látjuk itt mellettem, hogy Európában ez a hat csapat fog életre halára szóló mérkőzést vívni, pont az előbb említett pozíció miatt. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Észak-Amerikában is, ugye hasonló felállással, itt van hat csapat, szintén nagyon izgalmas meccseket várunk tőlük. De, Attól függetlenül, hogyha valaki nem nyeri meg a nyári évadnak a döntőjét, még nem kell, hogy búslakodjon, hiszen említettem, van még két lehetőség. Ugye mind a tavaszi, mind a nyári évad során a csapatok, akik bejutottak a rájátszásba, úgynevezett championship pontokat, vagy más néven magyarul bajnoki pontokat szereztek. Aki a legtöbb pontot szerzi meg, mind a tavaszi, mind a nyári évadban összesítve, az egyből kapott egy helyet a világbajnokságon, mint az adott régió második résztvevője. Illetve a többiek még egy külön kvalifikációs mérkőzést fognak vívni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik legtöbb pontot szerzett csapat még egy egyenes kieséses rendszerben, amelyet az alábbiábra Illusztrál mellettem BO5-ös mérkőzéseken fogják eldönteni, hogy ki a jobb és ki képviselheti az adott régiót harmadikként a világbajnokságon. Végezetül pedig vessünk egy pillantást a táblázatra, hogy jelen pillanatban ugye melyik csapatok mennyi championship pointtal vagy bajnoki ponttal rendelkeznek. Ugye jól látjuk, hogy Észak-Amerikában Számos csapat rendelkezik bajnoki ponttal, viszont mivel a nyári évadban akár 90 bajnoki pontot is össze lehet szedni, gyakorlatilag bejósolhatatlan, hogy ki lesz az, aki megszerzi az első, második vagy harmadik helyet a világbajnokságon azt viszont mindenféleképpen még ki kell emelni, hogy Európában ugye ott van az SK Gaming, mint egy kis nevető harmadik, aki nem jutott be a nyári évad rájátszásába, de esetleg még az említett harmadik lehetőség során vívhat mérkőzéseket azért, hogy képviselhesse Európát a világbajnokságon. Minden esetre, ahogy említettük mi is, a végkimeneteleket nem, nem, tudjuk, de szurkolunk minden egyes csapatnak, mert az biztos, hogy nagyon izgalmas időszak vár Ez volt a mai LCS Hú híradója, köszönjük szépen a figyelmet. Találkozunk augusztus 8-án 5 órakor Európával. És tuki Giants mérkőzés, best of five. Aztán Amerika, Team Impulse és Dignitas. Rakat jó meccsünk lesz, rájátszás van, mindenkit várunk szeretettel az LCS Hú Twitch csatornáján. Sziasztok!